Az ősz folyamán felkészülve a télre minden évben felmérik a Körösszog Nonprofit Kft. Szakemberei, hogy melyek azok a területek Kiskörösön, ahol kátyúzási munkálatokat kell végezni. Vannak a klasszikus kátyúk, ahol ugye az aszfalt burkolat előregedéséből adódó burkolathibák keletkeznek. Ezek mellett vannak az olyan jellegű átvágások, mint aminek a javítási munkái itt a háttérben is láthatóak. Ezek gyakorlatilag közműfektetési, illetve közműépítési javítási munkálatokból fakadnak. Valamint vannak olyan útburkolati hibák is, amiket ilyenkor javítani szükséges, ahol még nincsen gyakorlatilag, úgy fogalmazok, lyuk az aszfalton, de már valamilyen általában közműveket érintő hiba probléma miatt a burkolat megsüllyed. A szakemberek Kiskörös egész területén felméréseket végeztek, de lakossági bejelentések alapján is kijavítják az útburkolati hibákat, melyek jellemzően ebben az időszakban kisebb méretűek. Az elmúlt éveknek a folyamatos tervezett kátyúzási munkálatai, hála az önkormányzat ez irányú törekvéseinek azért meghozták az eredményüket. A jellemzően nagy útburkolat hibákat, amiket kátyúzással, hangsúlyozom, amiket kátyúzással lehet javítani, azokat javítottuk, folyamatosan képződik. Minden egyes időszakban azért néhány tucat kátyú szerte az a városban. Ezek kisebb útburkolati hibák, ezeket könnyebb, egyszerűbb, gyorsabb javítani. Nem ide sorolandók azonban azok a problémák, amiket kátyúzással nem lehet javítani. Tudjuk, hogy nagyon sok utunk megérett már a teljes útburkolat felújításra. Nyilván az egy teljesen más technológia, azt ezzel a munkafolyamattal elvégezni nem tudjuk. A javítások befejezésének várható időpontja függ az időjárástól, azonban ismerve a helyszínek mennyiségét és az össznégyzetmétert, a munkálatok néhány hétig elhúzódhatnak.